Innen inkább belemegy az ember a közéletbe, hanem inkább tapasztalja azt, hogy micsoda közöny van és érdektelenség, hogy az emberek, hogyha megszólítják őket politikai kérdésekkel kapcsolatban, akkor azt mondják, hogy én nem politizálok, engem ez nem érdekel, és nekem szívügyem az, hogy ez változzon, tehát én legszívesebben oda mennék minden emberhez, és kicsit megláznám, hogy ébredjen föl, megláznám, mint Krisztus a Vargát, hogy egy kicsit lépjen ki a közönyből, lépjen ki a magánélet területéről, hogyha nem veszünk részt a közéletben, ha a politikai életben, akkor szerintem félreértjük a létezést. A görögök, az ukkori görögök, illetve Athénben az volt a vélemény, hogy van egyrészt a bios politikos, tehát a közélet, tehát amikor az ember részt vesz, kimegy az agorára, és ott ágál, milyen szép magyar szó ez, ebből az agora szóból, akkor éli a jó életet. Egyébként csak életet él, de a jó élet az azt jelenti, hogy az ember részt vesz a közügyekben. Tehát ők megkülönböztetik a bios politikost, a bios idiotikostól, és a bios idiotikus jelenteni azt, hogy az ember nem vesz részt a közéletben. Úgyhogy én csak mindenkit rádomálnék arra, hogy ezt csinálja, igenis a saját sorsának az intézésébe vegyen részt, lépjen be ebbe a diskurzusba, és hogyha minél többen felismerik ezt a szerintem eléggé egyszerű belátást, akkor igenis lehet valamit csinálni. Én nagyon pozitív vagyok, eleve is valami módon pozitívnek gondolom magam, és azt gondolom, hogy ezt meg is lehet csinálni, tehát ez nem egy olyan szörnyű dolog. Egy kicsit mindenki részt vesz a dolgok intézésében, akkor itt radikálisan fog megváltozni minden perceken belül.